Ez a képben vagyunk a TV Eger podcast műsora. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat és nézőinket is. A mikrofon mögött Tóth a mai vendégem pedig Mátyus a Nemzeti Fogadhajtó Bíró, a lovak és a lovasportok szerelmese. Köszöntöm itt, és köszönöm azt is, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Ahogyan szokták mondani, lényegében, ugye mindet a, a gyerekek az anyateljjel szívnak magukba. Na hát a lovak és a lovasportok iránti szerelem és szeretet, hát lényegében lehet mondani, hogy ön, önnek is az anyateljjel együtt, igaz, hogy apai ágról jött. <laughs> Ez a része, de ezt majd mindjárt erről egy kicsit beszélgetünk, ugyanis Mátyus Viktor volt az, aki tenyésztett, hajtott, versenyzett és növelte a lipicai lovaknak a népszerűségét. Öm, olvastam, talán ezt elmondhatom, hogy olvastam egy önáltal a, a adott könyvet, melyben, melyben, nagyon sokan méltatják őt, és mindenki becsületes, tisztességes embernek tartotta, és hát a, az állatok iránti szeretete pedig természetesen hát nagyon nagy munkát is fektetett bele. Na de, hogy kezdjük a legelején. Ön hogyan, hogyan szívta magába a lovak és a lovasportok iránti szeretetet és az elhivatottságot? Hát édesapám lovas indítatású volt, és lovas családba lánynak és elsőnek születni, ez én úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy kötelességet ról az emberre. Bár a következő évben megszületett az öcsém, és ez egy kicsit úgy megosztotta a felelősséget, hiszen úgy nézett ki, hogy biztosított van a lovas élet továbbvitele a Mátyus családba. Sajnos egy szerencsétlen baleset folytán, 22 évesen az öcsém meghalt, és itt jött ismét, előtérbe az első szülött lány, és én akkor úgy döntöttem, hogy teljes merszélességgel vállalom ezt a genetikailag örökölt és nagyon szép hivatást az édesapám mellett, és addig is érdekeltek nagyon a lovak, és valahogy édesapám, tehát én soha nem az aktív lovas élet mellett voltam. Tehát lovagolni lovagoltam, de, de nem versenyszerűen, hajtani is hajtottam, de azt sem versenyszerűen, inkább mindig egy ilyen szervezési, bírói oldal volt, ami, ami nekem jobban a szemléletemben volt, illetve édesapám valahogy erre az oldalra terelt. Talán ez az óvás, ez a féltés, ez a lánygyermek felé, illetve gondolom, hogy ez egy ilyen átfontoltan meggondolt szakmai tudás átadás volt az ő részéről. Hát ezt el kell mondani, hogy nagyon jól csinálta a dolgát, amit eltervezett. Ugyanis a, a, mai napig aktívan most el lehet mondani, hogy a hamarosan kezdődő ö, vébérés, ami itt, re, itt rendeznek meg Szilvásváradon, ön is szervezői munkát lát el benne. Majd egy picit erről is fogunk beszélni. De még így a kezdetekről, ugyanis egy lovas családba így beleszületni, volt egyfajta nyomás elvárás, vagy pedig ez tényleg annyira természetesen jött, hiszen ebben nőttek fel, ugye, ebben a testvéreivel együtt, hogy egy nem volt kértés? Soha nem volt nyomás, soha nem volt kényszer rajtunk, hárman voltunk testvérek. Én voltam az első szülött, a Viktor öcsém a második, és Eszter Hugom a harmadik. Mind a hárman éreztük ennek a, az életnek a szépségét, és úgy gondolom, hogy ez hosszú időre meghatározta mindhármunk életét. Hát sajnos, hogy a Viktor ő nem tudta ezt tovább vinni, de a húgom is mind a mai napig is oktat és lovagol, tehát azért ez a családba nem egy kényszerként, hanem egy választható, nagyon kellemes élethivatásként jött át nekünk. Amit az édesapjától kapott annak idején, említette, hogy főként ugye szervezési bírói feladatokat részesíti előnybe a mai napig is. Hogy mit kapott, mit adott önnek, amit az édesapjától tanult? Akár, akár ilyen szándékos tanítással is, vagy pedig egyébként, amit ellesett, elsajátított? Hát az emberek és az állatok tisztelete. Tehát én azt gondolom, hogy hosszú évekre előre látott sok mindent apukám, és mai napig eszébe jutnak olyan gondolatok, olyan mondatok, amiket ő akkor úgy elelejtett nekünk, de mindenféleképpen akkor életigasságok voltak, hogy, hogy mind a mai napig tud belőle az ember táplálkozni. Ö, nagyon nagy tisztelet volt a régi hagyományokra. Tehát a magyar lovas kultúra az valóban az egy évezredes múltra tekint vissza. És a magyar ember kötődése a lóval az mindig is egy meghatározó tényező volt. És ez a kultúra egy nagyon szép kultúra, hiszen én úgy gondolom, hogy aki lóval foglalkozik, az, az gondoskodik egy másik társról. Tehát soha nem eszközként tekintünk a négylábú barátainkra most már, hogyha végignézzük azt a hosszú folyamatot, amiben a ló és az ember együtt küzdött, dolgozott. Én úgy gondolom, hogy ebből, ebből, nagyon sok mindent lehet tanulni. És a mai világra ez nagyon szegényes, hogy talán utolsó kapocs maradt a ló a természettel, azzal a nyugalommal, a békével, szépséggel, szabadságérzéssel, ami, ami azt gondolom, hogy, hogy meghatározónak kéne lenni a mai világba is. Ez kérdésem is lett volna egyébként, hogy, hogy hogyan látja, mennyire kellene az embereknek az, hogy egy kicsit vissza menjenek a gyökerekhez, vagy akár, akár nem is feltétlenül a lovakhoz, de az állatokhoz, az állatok hogy, hogy egyszerűen ez gondolom annyit ad a mindennapokban, lassít, ami talán még fontosabb, és megtanít tisztelni igen, igen. Hát mindig el szoktuk mondani, hogy, hogy gyerekeknél milyen jónak látjuk azt, hogyha a lovakkal minél hamarabb egy közelebbi kapcsolatba kerülnek. Tehát először is egy fegyelemre, figyelemre, egy rendszerességre, egy odafigyelésre szoktat. A mai rohanó világba elmegyünk sok minden mellett. Az állatnál nem lehet elmenni. Az állatnál nincs nyolc óra. Az állatnak van egy élet ritmusa. Nem lehet, hogy ő ne mindig ugyanabban a rendszeres időben kapja meg a táplalékát. Ránk van szorulva. Nem tudunk neki jegyet venni, hogy elmenjen és megebédeljen, vagy megreggelizzem, vagy. Tehát valamilyen szinten gondoskodnunk kell. Ez a gondoskodás rendszeresnek kell, hogy legyen. És ezek a dolgok annyira hiányoznak a mai világból. Elszaladunk, elsietünk, kapkodunk, az állattal ezt nem lehet. Tehát az állatra idő kell, figyelem kell, és euh, mivel egy érző lény, euh, minden rezdülésünket hamarabb érzékeli, mint mi, hogy milyen napunk van. Tehát a rendszeres lovaglást euh, én is nagyon sokszor azért hagytam abba, mert euh, ugye mi nagyon hosszú ideig csináltunk Egerbe egy lovas vállalkozás egy lovas tanyát. És e, ugye annak a e, elindítása, egy, egy napnak a, a megélése, az annyi kihívást jelentett az embernek, hogy mire oda került az ember, hogy fölszerszámoz egy lovat, addigra a végén már azt mondta, hogy Á, inkább nem megyek ki. Tehát most nincs az a lelki világom, hogy e, ki tudja kapcsolódni, hogy én most rákényszerítsek bármilyen negatív impulzust is arra a másik élőlényre. Nem adott volna annyit egyébként? Hogyha felül és kimegy, és, és valahogy az egész... Tehát Igen, csak akkora már annyira, annyira sok volt ez a, ez a negatív jelenség, hogy inkább azt mondta az ember, hogy á, inkább nem. Tehát sokkal jobban megérezte a ló, hogy, hogy most nem vagyunk alkalmasak arra, hogy bármit is közösen csináljunk. És ez nagyon sokszor így van az életben is. Tehát pont a versenyeken látjuk és veszük észre, hogy... hogy Mennyire kell az, hogy ő együttműködő legyen azzal a versenyzővel, akivel éppen azon a versenynapon neki valamilyen teljesítményt kell. És van, amelyik lovon már leggel látjuk, hogy hát ők most nem biztos, hogy, hogy erre alkalmasak. És ez annyira, annyira látszik annyira látszik, hogy nem igazán, és az is látszik, hogy amikor, amikor közösen tudnak megélni boldog pillanatokat, közösen harcolnak egy versenyen, hogy ezt a célt elérjék. Tehát ez, ez, ez egy olyan szép és kellemes dolog. Hát ez, ez, biztos, hogy nagyon kellene a mai világban, én is, én is azt gondolom. Kicsit visszakanyarodva itt a pályafutásra, bár az imént említette ezt a lovardát, és ez nagyon hosszú idő, tehát évtizedekről beszélünk, akkor még üzemeltették, ami mai napig egyébként talán annyit elárulhatok, hogy az ön családnevét viseli egyébként az ebben való munka és ennek a működtetése, üzemeltetése azért ez nagy feladatot rót akkor a családra. Ezt hogyan élték meg? Igen, hát hála jó Istennek, hogy én az életbe is megtaláltam azt a társamat, páromat, akinek a ló először a hobbia volt, majd utána a hivatása lett. És Pont egy édesapámmal kezdtük el ezt a lovastanyát, és aztán a férjemmel és a gyerekeinkkel hosszú éveken keresztül dolgoztunk ebbe. És itt mondjuk nem csak a lovastak szakterület volt, amit inkább mondjuk ilyenkor már a férjem lét, hanem bekapcsolódott a vendéglátás, a szállásszolgáltatás. És én úgy gondolom, hogy itt ugyanazokat az emberi kapcsolatokat kellett az embernek naponta megélni. Két lábúakkal és négy lábúakkal ö, minden nap, ami hát a, a, az ember munkájában egy meghatározó tényezőnek kell, hogy legyen. A vendéglátás az a mai napig is ugyanúgy helyet foglal az ön életében. Ez is egyfajta ilyen ö, hivatás lett közben, menet közben? Igen, én úgy érzem, hogy egy jó vendéglátás az mindenféleképpen jó hírét viszi egy-egy vállalkozásnak. És az ugye a, lovas tanyán is úgy alakult, hogy a lovas szolgáltatás mellett a szállás étkezés szolgáltatást is beiktattuk, és mind a mai napig nagyon jó és nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk, és a Mátyus néve egy brand volt. Ezt hiszem, hogy a szakmába, mind a mai napig a lovas szakmába ez meg is maradt. És hogyha már említettük, hogy a családon belül ugye bár a, a fiaik mennyire foglalkoznak a, a lovasportággal, de ha jól tudom, akkor itt a vendéglátás is teret kapott. Igen, hát 50-50 százalék -50 lett, igen, az idősebbik gyermekem, a Gergő a vendéglátást választotta, bár ő is megpróbálta a lovaglást, csak őt kiskorában ugye ez a szokásos és tradicionális negatív élmény, hogy nem voltunk ott és lejtették a lóról, úgyhogy ez egy kicsit meg megmaradt benne, és inkább a vendéglátás felé nyerget, de becsületére legyen mondva, hogy 18 évesen visszament az egyik oktatónkhoz, és visszaült a lóra, de ő nála a vendéglátás, ami, ami az élethivatása és a pályája, és a kisebb fiunknál maradt meg a lovaglás a Kristófnál. Ő mai napig magánedzőként dolgozik, és lovagol, úgyhogy így azt hiszem, hogy mind a két vonal méltó továbbvitelére számíthatunk. Ez azért egy nagyon jó visszacsatolást. Tehát, hogy semmi nem erőszak, semmi nem, és mégis ez, amit a családon és generációkon átível, ez akkor megy tovább igazából. Igen, hát, és, és egyik sem kényszerből csinálja, hanem e, tényleg azért, mert, mert szereti ezt, mert hivatásának tekinti, és keresi azokat a kihívásokat, hogy hogy tudja ezt mind jobbá és szebbé tenni a mindennapokba. Az önpályafutásában azért el lehet mondani, hogy mint szövetségi kapitány, mint országos nemzetközi versenyeken, azért nagyon nívós eseményeken és megrendezett versenyeken bíráskodott is. Mit él meg mégis a, a legnagyobb sikernek? Hát a sportpályafutásban, ha azt hiszem, hogy a 2013-as évet élem meg a, a legnagyobb sikeremnek. 2000-es évtől kezdődően gyerekekkel foglalkoztam, és fiatalokkal, és szinte végig kísérhettem az ő sportpályafutásokat, amikor is 2013-ban a Póni Fogadhajtó Világbajnokságon Hőle Martin Lace, egyéni aranyérmet szerzett Póni egyes kategóriában, ifjabb Dobrovic József ő egyéni kategóriában, négyes fogadban egyéni ezüstérmes, és a csapatunk pedig bronzérmes lett. Tehát ilyen teljesítmény a Póni kategóriában azóta nem született, és ezek a gyerekeket láttam elindulni, láttam felnőni. Ifjabb Dobrovic József az jelenleg is fog indulni a négyes fogadhajtó világbajnokságon, illetve Hölle Martin vezeti a világranglistát, és kettes fogadhajtásban, világbajnok egyéniben is, csapatban is. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeknél az indulásoknál ott lenni, és megélni a szép pillanatokat, és megélni a nehéz pillanatokat is, mert ebben nem csak szépség van, hanem nagyon sok munka, nagyon sok kitartás is alázat, hogy valaki ilyen minőségű sportoló legyen, és ez, ez egy nagyon szép dolog. És ez úgy gondolom, hogy hosszú évekre célt és tudatosságot adhat a fiataloknak. Nem egy egyszerű dolog, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a lovaglás és a lovasportok azok mind anyagilag, mind pedig munka szempontjából nem tartoznak a leg kevesebb dolog közé, hiszen eléggé költségigényesek, nagyon-nagyon sok munkát igényelnek, pláne ilyen szinten, de én úgy gondolom, hogy ezek a visszajelzések nagyon szépek és nagyon jók. A másik dolog az, hogy mindig is a tradicionális magyar lovas kultúra elkötelezett, vagyok, és kifejezetten a magyar fogat kultúra, elkötelezettje, és én nagyon sajnálom, hogy az utóbbi években a népies fogad kultúránk és a stíl kultúránk is egy kicsit hanyatlik. Tehát elfelejtjük a nemzeti értékeinket, elfelejtjük a nemzeti lóállományunkat, elfelejtjük a magyar hajtóstílusunkat, ami a világon egyedülálló, és én úgy gondolom, hogy erre sokkal nagyobb súlyt kell fektetni, hiszen ha a nemzet elveszti az értékét, és mindig csak egy külföldi külcsinnel szeretne villogni, az nem biztos, hogy mindig sikeres. Miben látja ennek megoldását, hogy visszatérjünk egy kicsit a gyökerekhez? Hát én úgy gondolom, hogy sokkal több tudásképzés kellene a mai fiataloknak, hogy sokkal jobban megismerjék ezeket a dolgokat, és én úgy gondolom, hogy akit ez érdekel. Az, az utána fog járni, hiszen most is van a látókörömben jó néhány olyan fiatal, aki követi a példámat, és, és úgy látom, hogy ezekbe a dologba elhivatottak, és tovább fogják vinni, de én úgy gondolom, hogy egyre nehezebb az ő életük, hiszen sok minden olyan kultúrérték veszik el, például a népies fogadt kultúránk, ami már egyszerűen szinte csak múzeumokban elhető fel. Úgyhogy én erre szeretnék fektetni, hiszen én úgy gondolom, hogy egy múzeum is akkor jó és akkor szép, hogyha az élő is be tudjuk mutatni a következő nemzedéknek, hogy mi volt és hogy volt. Amikor ez a lánc megszakad, akkor, akkor valamit elveszítünk, és az, az kiesik egy nemzeti kultúrából, egy nemzeti értékrendből, aminek nagyon nagy hiányát érezzük. De a mai fiatalok egyébként érdeklődnek ez iránt? Egyáltalán Összes, összességében is, vagy akár a. a hát magyar vannak, vannak olyan fiatalok. Tehát ez ugyanúgy mondom, mint a magyar lótenyésztésnél is van, hogy nem minden magyar lófajta, minden egyede alkalmas arra, hogy a fogadhajtó sportban vagy a lovasportokban megjelenjen, de minden magyar tenyésztett lófajta bizonyos egyedei alkalmasak éppen arra a sportra, mondjuk teszem azt itt a fogadhajtásnál, hogy keressünk bennük lehetőséget. Szilvásvárad és ott a, a lipicai lovas lényegében azért kapcsolódik az ön családjához, hiszen az édesapja is tevékenykedett ott. Most pedig, ahogyan már számos alkalommal akár mi is beszámoltunk róla, tehát 40 év után, ugyebár újra itt Szilvásváradon, a négyes fogadhajtó világbajnokság. Mit jelent ez egyébként ebben a szakmában? Igen, hát ez egy nagyon nagy rang és olyan egy nagyon nagy kötelesség is. Édesapám tíz évig volt Szilvásváradon ménes vezető, 1973-tól 1983-ig, tehát pont egy évvel a világbajnoksági év előtt jött elő, és mi 1984-be kezdtük az egri vállalkozást. Tehát így kapcsolódik pluszba még ez a dolog, és valahogy engem mindig Szilvásváradinak könyveltek el emiatt a tíz év alatt, illetve hát nagyon sokat és nagyon jó kapcsolatunk volt az egri éve alatt, Dallos Andor Ménes vezetővel, illetve hát most is a Szilvás Váradi vezetéssel nagyon jó kapcsolatunk van, hiszen meghívtak ebbe a programszervező bizottságba, és együtt dolgozhatunk ennek a magyar lovas kultúrának a bemutatásán a világbajnokság alatt. Magyarország gondolom egyik sportdiplomáciai érdeme is, hogy nagyon szeretünk rendezni világbajnokságokat, Európa bajnokságokat, és a világ is szeret hozzánk jönni. Tehát a, az a bizonyos magyaros vendéglátás, vendégszeretet. Eh, én úgy gondolom, hogy itt is eh, eh kidomborodik, és hát ez jelenti azt, hogy 17 világbajnokságot szerveztünk, ebbe van egyes fogat, van kettes fogat, van négyes fogat, és ugye több helyszínen Magyarországon, Balatonfenyves, Kecskemét, Izsák, tehát olyan szegmenseit tudtuk megmutatni Magyarországnak, amiket szeretnek a vendégek, és azóta is visszatérnek ezekre a helyszínekre. Azt hiszem, el lehet mondani azt, hogy a pályafutása alatt mindenbe bele látott, ami ugye a lovasporthoz köthető. Van olyan terület, ami tényleg a szíve csücske és a kedvence, és, és az, biztosan, biztosan jelen lesz mindig, vagy biztosan szeretné az, hogy a családon belül is jelen legyen? Hát én úgy gondolom, hogy a, a, ez a hagyományőrzés, tehát mindenféleképpen a magyar fogad kultúrának a, a továbbvitele és az ápolása. Ez, ez vesző paripám, és én úgy gondolom, hogy erre nagyobb súlyt kell fektetni, és erre próbálom azokat a fiatalokat is, akiket tanítok, hiszen évek óta nagyon sok fiatalt juttattam, fiatalt idősebbet nemzetközi bírói szintre is, és nemzeti bírói szintre is, és remélem, hogy az ő tudásuk és tapasztalatuk, amelyeket majd az évek alatt fognak szerezni, azok bebizonyítják azt, hogy ennek a kultúrának van létjogosultsága, és mindig is lesz lételeme a magyar sportok között. Itt a térséget egyébként hogyan látja ebben? Mennyire vagyunk élenjárok, hogyha már itt van egy, egy szilvásváradi mines gazdaság, vagy, vagy nyilván a lipicai lovak, tehát hogy, hogy, a terület mennyire jár élen ebben? Mennyire van, lehetősége az van? Az biztos. Igen, hát Heves megyébe Bencsik József sporttársammal nagyon hosszú éveken keresztül voltunk a Heves megyei Lovasport Szövetség. Ő az elnöke, én pedig a titkára, és akkor azt a megyei sport életet vittük itt, és én azt sajnálom, hogy hosszú évek után ez a Heves megyei sport élet, ez valahogy szinte nincs a palettán. Még a fogadhajtásos része úgy, ahogy szó-szó megjelenik, szilvásvárad és besenyőtelek viszonylatába, de effektíve nincs olyan nagy lovas élet, teszem azt, mint 20 vagy 30 évvel ezelőtt volt. Vagy teszem azt, amikor édesapám elindította a Nagy József Téjezbe a lovas életet, és jó néhány lovas szakember, aki ma ott van, az, az innen egerből tudott elindulni. Tehát valamikor a heves megyei rész az eléggé meghatározó volt a lovas életbe. Természetesen ezt úgy az ember érzékeli, hogy dominánsan ezek változnak. Tehát én is látom azt, hogy az egyik országrész megerősödik, a másik az, az ha elveszti azt a személyi kapcsot. Tehát én, én mindig azt szoktam mondani, hogy minden sportnak, minden dolognak van egy személyi kötődése. Aki azt előre viszi annak a motorja, annak a hajtóereje, aki küzd, aki csinálja, aki foglalkozik vele, és hogyha egy-egy ilyen személy kiesik, akkor ott vagy át tudja venni valaki ezt a, ezt a kapcsolási lehetőséget, vagy pedig utána teljesen visszaáll a dolog. Tehát ezeknek a kapcsoknak a kötődését kell minél jobban csinálni. Hát Szilvásvárad az most nagyon nagy lehetőség itt ezzel az új lobosok, objektummal, amire mondanak, ugye hideget, meleget, el kell fogadnunk. Azzal kell élnünk, amink van, és örülnünk kell, hogy egy ilyen létesítmény itt van a közelünkbe. Ezzel élni kell, és használni, és kihasználni ezeket a dolgokat. Hogyan látja a saját tevékenységét, saját munkáját még a következő időszakban, 5-10-15 év múlva? Vannak-e céljai, tervei ennek kapcsán? Hát, mivel a naptárom az eléggé foglalt, eléggé foglalt a közel jövő időszakban is, hát én szeretném átadni azt a megszerzett hatalmas szakmai tudást, amit ugye az elmúlt hosszú évek alatt szereztem, és erre én teljesen nyitott vagyok, és akik ezt velem együtt tudják vinni, azoknak nagyon szívesen átadom, nagyon szívesen képzem őket. Azt be kell látni az embernek, hogy egy bizonyos időn túl már ez a e, fárasztóak, ezek a bíráskodások. Tehát, tehát nagyon szép a, 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 a 10-15 éves intervallum, de én úgy gondolom, hogyha még egy 5 évig ilyen aktívan tudjuk csinálni, akkor is hálát fogok adni a jó Istennek, e, hiszen minél többet szeretnék foglalkozni, ugye egy kis unokám már van, és hát remélem, hogy. Több is lesz, úgyhogy inkább ővelük szeretnék foglalkozni. Természetesen a szakmai kihívásokat, azokat ameddig csak lehet, addig az ember elfogadja, de bizonyos határok között ezeket már koordinálni kell. És biztos vagyok benne, hogy a kisunokának nagymama majd azért megtanítja az alapokat, akár lovagás terén, vagy akár bármi a ló szeretetét. Úgyhogy én ehhez nagyon jó egészséget kívánok, és természetesen még azt is kívánom, hogyha nem is öt évig, vagy tíz évig, bármeddig, ameddig még úgy érzi, hogy van önben ez a nagy lendület, amit most még nagyon lehet érzékelni és tapasztalni, én kívánom, hogy vigye tovább, és még további sikereket is kívánok. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt a képben vagyunk a TVEGER podcast műsora. Tartsanak velünk legközelebb is a viszontlátásra, viszonthallásra.